Sziasztok, sziasztok, bubukáim, én fekete. Még mindig fekete mennyországot akarok mondani. Na, sziasztok, én bubuka vagyok. És ugye tegnap voltam fent Pesten. Egyébként itt vagyok most apáméknál, tehát tök jó alakult az egész, de alakulhatott volna szarul is. De ezt mindjárt kifejtem, tehát ebből a videóban top. Nem tudom, top hány dolgot fogok elmondani, mert nagyon sok mindent megtapasztaltam, és megtanultam Pesten, hogy mi az, amire nagyon kell figyelni. Tehát, amit nem győznek szajkózni a szülők, és igazuk van. Erre tegnap este jöttem rá, de ki is fejteném. Az első az az, hogy ezért mentem fel így egyedül Pestre, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, tehát hogyan állok meg a lábamon, bízhatok-e önmagamba, hogy tényleg képes vagyok arra, hogyha valaki idegen hozzám szól, tudok-e nemet mondani. Ezt még gyakorolnom kell, mert annyira közvetlen ember vagyok, és annyira naív, és annyira szeretnék bízni az emberek, hogy ők jók, hogy jók az emberek, de egyébként az emberek rosszak, gonoszak, és nem javíthatóak. Nem azt mondom, hogy mindenki gonosz, tehát nem mindenki gonosz, mert a legtöbb emberben mindig van hátsó szándék. De valaki átsegít téged A pontból B pontra Pesten, nem feltétlenül lehet mindig hátsó szándék, de az esetek 90%-ában mindig van hátsó szándék. Főleg, ha egy csinos fiatal hölgy vagy, vagy egy jó pasi. Mondjuk a csajok általában nem használnak ki csak úgy pasikat, már nem, amikor a mai világban ki tudja, már mi van. Az első, amit megtanultam, hogy eltévedsz Pesten, mondjuk rossz buszra szállsz, mint én tegnap, ugye az igaz, hogy jó izére szálltam, csak rossz fele mentem. Tehát a busz az jó volt, csak rossz fele mentem. Aztán miért lemaradtam az én kis Dunaparton? Mentem volna pedig. De ami késik az eljön, legalább anyukámmal el tudok menni, de hajókázni. Tehát, ja. És megtanultam úgymond azt, hogy tényleg, hogyha eltévedsz, rossz helyre szállsz, akkor inkább kérdezd meg valakit, aki anyukát, aki a gyerekeivel van, tehát vagy egy olyan idős embert, vagy fiatal embert, vagy bárkit, aki tényleg látod rajta, hogy mondjuk egy gyűrűs jelent semmit a mai világban. Nem tudom, kit kérdezném, ha eltévedsz, inkább egy hivatali embert, rendőrt, katonát, bár, mindegy, hát valakit, akivel tényleg az a jó, na, akivel tényleg olyan megérzésed van, hogy nem lesz hátsó szándéka. Tegnap ugye, hogy eltévedtem, nem tudom, hogy a srácnak valóban rossz buszra szállt, vagy csak egy duma volt, mindegy. Körbevezetett legalább Pestet, tehát annyiból nagyon-nagyon jó volt, hogy megnéztük Pestet, meghívott kajálni, tehát ilyenekből jó volt, de elsülhetett volna a puska úgy is, hogy felém, tehát hogy magyarul kihasznál. Tehát simán leíthatott volna. Mondjuk megittem vele egy bort, de ettem is közbe, tehát nem volt az, hogy most ezen bor engem megcsapjon, meg ilyenek, tehát ettünk közbe gyrosz, legalábbis én ettem. Mindegy, alakultott volna úgy is, hogy bajba kerülök. Nem kerültem bajba. Köszönöm, jól vagyok, csak ilyenkor van az, hogy tényleg nem adaptalan az, amit a szülő elmond, hogy miért ne állj szóba idegennel, miért vigyázz magadra. Miért került az ilyen szituációkat, hogy miért ne egyedül kószálj. Én mondjuk én már lassan 20 éves, mondjuk 19 éves leszek, de még ilyeneket nekem is meg kéne tanulnom, hogy egyszerűen ne legyek naív, az emberek nem jók. És nem azt, hogy nem jók, csak a nagyon-nagyon sokszor ott a hátsó szándék. Tehát az ördög soha nem alszik, de az annyira is mindig ébren van, szokták mondani. Csak tényleg nem hülyeségből mondják ezt a szülők. Nem hülyeségből mondják azt, hogy ne fogadj el italt, kaját, csak úgy. Miközben a srác egyébként az tipikus olyan találkozás, hogy egyszer találkozva vele, azt ennyi volt. Mert találtam Pesten haverokat is, tehát ugye ezt mondtam is a vlogban, hogy nem csak az a srác vezetett körben, hanem olyan emberekkel beszélgettem, akik tudom, hogy addig voltak ilyen az életemben, és ennyi volt. Tehát csajokkal is beszélgettem, pasikkal, tehát ilyen... Tehát olyan volt, mint egy ilyen... Mint egy új élet. Annyi, hogy Pestet nem ismerem ott az embereket, nem tudom milyenek.
Voltam még a 8 kerbe is, ugye a József került, igen. Ott is normálisak voltak, jó, kéregetnek, de le kell őket építeni, ezt ennyi végül is. Tehát mindegy, Pesten most tényleg belekósoltam egy pesti lány életébe. Köszönöm, nem kérek belőle. Nem. Eddig azt hittem, hogy Pestre költözni jó, de max átutazóba. Nekem az az életstílus, jó, mondjuk jó pörgős, tehát annyiban nagyon jó. Max úgy tudnám magamnak elképzelni, hogy néha-néha felmenni, azt ennyi volt köbe. Annyira nagyon nem jó, hogy ott is lakjak. Tehát. Nagyon sok a balhé, tényleg, sok a turista, sok az olyan turista, aki csak úgy beleköt valakibe, ez is előfordul, tehát ilyenek is vannak. Aztán tényleg a legfontosabb, hogy ha már haverkodsz Pesten, barátokat szerzel, akkor tényleg olyanokat, akik tényleg veled egykorúak, hasonlóképpen gondolkodnak, mint te. Tehát, aki tényleg szinte olyan, mint te, és akiben te is meg, tehát akire rábízel mondjuk a gyerekedet is. Tehát, ja. Idegen pasikkal ne nagyon álljatok szóba. Italt semmiféleképpen senkitől se fogadjatok el, mert nekem is elsületett volna rosszul a puska. Csak én vagyok olyan geci, szó szerint, hogyha érzem, hogy a pasi azt akarnak, mondom, mennem kell a buszhoz, stb. Tehát lebírom építeni már. Ezt megtanultam, ezt a részét a dolognak. Csak arra kell még figyelnem, hogy én se legyek ennyire kibaszottul naív, mert szégyen ezt mondani, de nem lehet bízni az emberekbe. Nagyon-nagyon kevés az az ember, akiben tényleg megbízhatsz komolyan. A másik fő dolog, amit megtanultam Pesten, az a kóborlás része, úgymond. Tehát ne menj olyan helyre, amit még nem ismersz, amit, ahol egyedül még nem voltál. Mondjuk ez nem csak Pestre igaz, hát bárhova, bármire. Csak tényleg Pest tipikusan az, hogyha ott eltévedsz, akkor most vagy ezért megtalált, hogy hol voltál, vagy nem. Tehát a Pesten tényleg, ha elkóborolsz, eltévedsz, nem voltál még ott, akkor ó, basszus, az nem jó dolog. Hát ez is fontos, hogy akkor inkább legyen térképed, vagy tényleg olyan embert kérdez meg, stb. A harmadik fő dolog, amit megtanultam, az is egy italozással kapcsolatos. Ugye láthattátok is a vlogom végébe, hogy beültem egy kocsmába, mert lekéstem az utolsó buszt is. Ezt tényleg lekéstem. Annyira jó eset cserezni ott, hogy fú, nem is néztem az időt, mondom őszintén. Ki akartam kapcsolni egy napra? Meg sikerült is egyébként, csak volt úgy, hogy na, aggódtak a nyelmék. Na, aggódtak, értem. Ami tök jogos. Tényleg, hogyha nem ismerem úgy az embereket, nem bírok magamra vigyázni, akkor tényleg jogos az aggódás, csak a túlféltés része, amitől én néha bekattanak. Úgyhogy én is lehet, hogy még jobban félteném a gyerekemet, nem vagyok még anyuka. De lehet, hogy én is annyira félteném a kisgyerekemet, hogy fú, nagyon. És ugye ezzel kapcsolatban is, hát egy kérdezt, kértelek titeket, hogy legyen egy kérdezfelelek része. Yes, itt vannak a kérdések, a jó kis törött kamerámon, tehát többet ezzel a kamerával nem lesz több videó. Legalábbis YouTube-ről már nem. Tehát anonim kérdések, úgy kérte meg a gyerek. A dohányzásra való leszokáson akkor összeges spórolsz meg, és át van csoportosítva máshova az összeg, vagy csak simán több marad. Mivel én soha nem költöttem konkrétan cigarettát, a felesleges pénzkedobások tartom a cigire aló pénzpocsékolást, így ezzel kapcsolatban nyilatkozni nem igazán tudok, viszont azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok pénzt lehet vele megspórolni, nem szívod el, lebírod tenni nyaralásra, autóra, házra konkrétan. És aki nagyon-nagyon rendszeresen dohányzik, az egy évben 1 millió simán elkölt cigarettára szerintem. De ez ember függő, lehet, hogy valaki nem költöl annyit, lehet, hogy valaki ilyen szerencsés, hogy mindig megkínálják, stb. Tehát, hogy megmarad az összeg, az megmarad. Tehát mivel nem költöm, így megmarad. Hogyan definiálnád meg azt, hogy valaki aranyos? Húha! Ez is olyan dolog, hogy mindenkinek más az aranyos. Bár az én szememmel nézve az aranyos az az, aki tényleg közvetlenül kedves, jó indulatú, jó arc. Tehát nem érdekből cselekszik, nincs hátsó szándék. Ha
elkísért téged a városba, akkor nem azért, hogy meg akar kefélni, hanem mert olyan ember, hogy tényleg tudja, hogy milyen egyedül ott fent, és akkor segített. Nem azt, hogy jó van, azt akkor szeretettem, azt tud így köszön, hát nem, azt nem szeretjük. Csak az aranyfasz tényleg az, aki laza, jó fej, spontán, van humora, meg lehet vele inni egy sört, nem kever bele semmit, tehát ilyenek. Véleménye szerint mi az élet értelme? És ugye olyan kérdés, amire több válasz van, de az én válaszom az, hogy nincs értelme. Sem az, hogy nincs értelme, csak nem kell keresni az élet értelmét. Most egész életedben csak keresel, akkor vagy találsz valamit, vagy nem. Tehát inkább csak felszabadultan kell élvezni mindent, amit csak lehet. Tehát a szexet és a italozást, a haverokat, a bulizást, nem azt mondom, hogy kicsapongani, az csak ennek élni. Lehet élvezni egy munkahelyet, egy tanulást, egy jó eredményt, egy sportolást, tehát egy úszás, kirándulást, rengeteg minden van, amit. És ezekből épül fel szerintem az élet értelme, az élvezetek, megtapasztalások, a jó élmények, a pozitív döntések, a jó cselekedetek, a függőségekről való leszokás, másokon való segítés. Szerintem ez én véleményem. Itt gondolsz Adolf Hitlerről? Itt gondolsz Julius Caesarról? Hát Adolf Hitlerről nem igazán sokat tudok mesélni, mert polgárpukkasztó lenne. Már véleményem szerint egy megtisztult lélek volt, tényleg beteljesítette azt, amit be kellett teljesíteni, egy megbicsült lélek. Ezt gondolom. Milyen szakon tanulsz, milyen végső célkarrierista vagy? Gimnáziumban tanulok, tehát sima gimnáziumban. Ugye egy évet direkt buktam, direkt halasztottam egy évet. Nem láttam előre, hogy koronavírus lesz, hát nem tudtam előre, nem azért, hogy jövőbe látok azt, akkor jaj, nem érettségizek le. Egész egyszerűen csak így láttam, jónak így van időm, így bírom eldönt, hogy hova akarok tovább, tehát ott csak sima érettségi van. Mi a végső? Tehát milyen szakon, akkor milyen szakon tanulnék, inkább azt mondom, mivel a gimibe a katonai alapismereteket tanulok, azt szeretem is. De a végső cél az, hát vagy lakberes lennék, vagy lakberendező, az is nagyon érdekelne, esetleg média területe, fotózás, fényképészet, grafika, rajzolást, ékszerészet. Nagyon sok minden érdekel. Komolyan. YouTube-ozást is, de ez inkább csak hobbi. Ugye mi a végső cél? Ez egyetem lenne, utána egy jó családot felépíteni, tényleg olyan férjel, akivel nem egy örökös kompromisszumba élek, akivel tényleg szerelem van, ez lenne. Karrierista vagy? Azt kell, hogy mondjam, hogy mostanában egyre jobban érdekel az, és egyre jobban szeretném építeni önmagamat, tényleg a karrieret. Most azt bírom mondani, hogy jelen helyzetben az, annak érzem magamat, de lehet, hogy fél év múlva beletoljok, nem tudom. Mi a youtuberkedés célja? Pont ezt, hogy segítsek másokon, mert én is olyan vagyok, hogy segítségre szorultam pár éve. Konkrétan, amikor ki voltam utálva, gimiből, sok helyről, és akkor így... én összefutottam volna egy ilyen videóssal, mint én most nem akarom magamat fényezni, csak aki tényleg ennyire spontán beszél, aki tényleg kimeri mondani, amit gondol, és igyekszik segíteni az embert teljesen, akkor nekem is jól esett volna ez a fajta törődés így YouTube-on, tehát ez a célom, hogy törődjek. Csak nekem sincs annyi idő, hogy mindenkinek napi szinten visszaírjak, mert az nagyon-nagyon izé lenne, tehát robotmunka, akkor már tényleg beleunnék YouTube-erkedésbe, az látszani is rajta, inkább videón keresztül segítek. A szerelmes vagy mennyire... szerelmes vagy, mennyivel viselkedsz másképp. Felborul az élet akkor. Ha én tényleg szerelmes vagyok, akkor minden a fej tetejére áll, tényleg csak annak élek. Hú, ezen kéne változtatni, mert annyira tudok rajongani és imádani. Hú, szihetetlen. Tehát ilyen vagyok. Az ezotérik bevonzások nem magyarázható racionálisan, de magyarázható. Azért ennek több oldala is van, tehát tudományosan be vannak ezek bizonyítva, legtöbb része.
A Reiki-t is nagyon sokan használják, Németországban is használják az alternatív gyógymódokat, a bevonzás az tényleg működik, könyvek vannak erről, ott van például a titok, vagy ez a manifestációs dolog, tehát mindennek ezért mi számodra a hit, önmagamba való hit, az mindig is többet jelentett számomra, mint hogy valakit bálványozzak, bár nem azt mondom, hogy nem hiszek Istenbe, mert tudom, hogy létezik, csak nem járok azért templomba, hogy őt körbe rajongja, meg és egyszerűen imádkozni akarok hozzá, akkor megteszem a saját szertartásom szerint, és én ezzel úgy boldog vagyok. Missza... Vannak ciki dolgaid? Nekem csak ciki dolgaim vannak. Amúgy komolyan. Pestre is felkeveredek, hol kötök ki? Kocsmába. Nem rúgtam be, tehát nagyon azért fáradt volt a hangom a videóban, meg mintha azért lettem volna. Pedig egész egyszerűen csak aludtam 3 óra hosszát, azt nap végére úgy kimerült, hogy ott a szar. Azért esett jól meginni már egy sört. Tehát olyan ciki dolgaim vannak, ha ezekre gondoltál. Nacionalizmus vagy a liberalizmus preferálod? Egyiket se szeretem. Egyiket, nincs véleményem erről, tehát egyiket se. Fogsz SBT címesre jönni és algót arjálni? Ez? Szerintem fogok, bár ez attól függ, mennyi időm lesz rá, tényleg időtől függ az egész. Ugye még voltak olyan kérdések, hogy most van-e barátom, nincs a barátom, mi van, meg ilyenek. Mert azt tudom mondani, hogy élvezem az életet, így egyébként alakulóba vagyok úgymond, de az attól függ. Ez nagyon sok mindentől függ, tehát az nem így megy, hogy sajnos, de nem így megy. Meg adj időt magadnak szakítása tenni, ezt gondolom, és... Ja. Ha felkerülök egyetemre, akkor úgyis alakulni fog az egész, tehát akkor minden jó lesz szerintem. Tehát a pécsi meg a pesti van becélozva, aztán amelyekre felvesznek, most nem tudok csinálni, amelyekre felvesznek. Nyilván okkal fog történni minden. Egyébként a hit, tényleg ebbe hiszek, hogy minden okkal történik, hogy mindennek az oka én vagyok. És nem véletlen történnek meg találkozások, hogy tapasztaljál, tanuljál, fejlődjél. Tehát az élet addig dob be olyan szituációkat, amíg te nem tanultál belőle valamit. Tehát például mindig összefutsz egy hajléktalannal, akkor nyilván dolgod van velük, hogy tanuljál tőlük valamit. Vagy ha mindig kiakasztod anyádat, mint én. Anyám, sokszor kiakasztottam, de anya szeretlek, tehát vettem neked pénztárcát is. Nagyon szépet vettem neki. Na, majd megmutatom, most nem bírom kiszedni, de szép. Én megvettem magamnak egy napszemüveget. Meg egy órát is vettem, de azt most nem hozom ide. Szép piros, hát egyébként nagyon-nagyon szép. Amivel a videót le akarom zárni, az a, ugye, a italozás része. Mondtam, hogy lesz szó majd YouTube-on az alkohol dologról, hogy hogyan kell biztonságosan és a többi. Nyilván az, hogy egyenlőtte közben, utána, mert az nem jó, ugye sok folyadékot, ugye vizet. Napon 4 adag alkohol, mert akkor még jobban megcsap, de akkor is megcsap, amikor beülsz egy hideg kocsmába, azt amikor kimész, jelzed, hogy így áll a világ. Ez azért van, mert ahogy bent tölti hidegbe, ugye az alkohol a naphatására felviszi a mit tudom én, mit az berúgsz, mint a szar, tehát erre is kell ügyelni. Viszont, hogyha a kocsmába vagy bármilyen szórakozóan elfogadsz italt, csak olyantól, akit ismersz, akivel bízol, idegentől soha semmit, bár lehetnek jó helyzetek, mert nem mindenkinek van hátsó szándéka, nem mindenki gonosz, csak egész egyszerűen óvatosnak kell lenni, nagyon, de még ezt még nekem is kéne tanulni, mert elmondom YouTube-on aztán, amikor helyzetek vannak, akkor vagy úgy cselekszek. Egyébként én igyekszek úgy cselekedni, tehát igen, tegnap meghívtak egy csőre, de igyekeztem kezelni egy szituációt, meg jött ért a napa, tehát most lent vagyok náluk, legalább találkoztam velük.
Tehát minden jól alakult, tehát értem, mert lekéstem az utolsó buszt is, tehát minden jól alakult. Egyébként majdnem fent aludtam Pesten, de aztán mégse. Mert lett volna hol aludnom, csak aztán mondjuk én is aggódtam volna a gyerekem, lehet, hogy én még meg is verem, ha ilyet csinálna. Tehát akkor ne fogadjatok el senkit, hogy csak úgy, mert nem mindenki ilyen kis sunyi geci, hogy belekeverjen valami kis kórácskát, de ügyelni kellene. Ha rossz íze van, rossz a szaga, akkor inkább bönts ki, mondd azt, hogy nem vagy szomjas már, elég volt menni haza, tehát nem magyarázkodjál, csak ne legyen az, hogy akkor ez indulatos lesz, és akkor elkap téged mondjuk. Tehát inkább csapatostól menjetek, tényleg komolyan. Ennyit is szántam volna ebből a videóba. Ha még összegyűlnek kérdések, megtapasztalások, tehát a pesti vlog az nagyon jó volt, bár éreztem, hogy kellene ehhez egy új másod videó, elmesélem az élményeimet. Jó élményeim voltak nagyon, viszont lettek megtapasztalásaim is. Nagyon sok megtapasztalásom lett. Majdnem állítom a pénztárcámat is, Murcinak lett egy kaparófája, meg ilyenek. Amit csak lehetett. Na. Legyetek nagyon-nagyon jók bubukáim, hatalmas nagy erelés nektek, tényleg vigyázzatok magatokra, hallgassatok a szüleitekre, bármilyenek is, mert jó szándékkal vannak, jót akarnak, ha neki nem hisztek, higgyetek nekem. Tehát nem jó az, amikor meggondolatlanul cselekszel össze-vissza és hangzolod az életed, bár az is jó, de okosan. Tehát élvezd az életed, de okosan, tényleg. Tanuljatok, komolyan. Hülyéből sok van, hülyéből meg még több. Tehát szépből, szép nőből, szép fiúból nagyon-nagyon sok van, okosból annál kevesebb. Tehát az eszetekkel lehet valamit elérni. Tehát nem az, hogy csak tanulni, de azzal lehet elérni. Életből tanuljatok. Ha egy szituáció van, abból tanuljatok. Mások kárán tanuljatok is. Tehát abból is sokat, mert az a legjobb. Amikor nem te szenveded végig, hanem tényleg Pistike, ha mindig a fejét veri a falba, akkor előbb-utóbb betörik a feje. Tehát ne csináljátok, ne legyetek Pistikék, hogy így a falba veritek a fejeteket, aztán találkoztak, hogy agybérezőzök van. Ja, tudom, hosszú, már 22 percen még látom én is, na. Legyetek nagyon-nagyon jók, szeretlek titeket, hatalmas gyerelés, okosan, szépen, jól. Ha még van ezzel a videóval kapcsolatban kérdés, vagy a pesti napommal kérdés, akkor várom a kommentbe a kérdéseket. Szeretlek titeket, hatalmas gyerelés, sziasztok! És ha tetszenek az ilyen videóim, akkor szeretném, hogyha támogatnál engem egy feliratkozással és egy lájkkal, mert én ebből látom. A kommentet meg azért is nagyon szeretném, mert a YouTube algoritmusa, ugye ezzel előbbrébb teszi, és akkor még több embernek tudunk segíteni, illetve a ti kommenteitekkel is nagyon sok embernek tudtok segíteni. Ennyi is lett volna. Bubuka vagyok, szeretlek titeket, sziasztok!